sok szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal jöttek el, kedves gyerekek, tanítványok, szülők, rokonok, családtagok. Ezzel a Radnóti Bájolóval szerettük volna kezdeni a műsort, hiszen maguk a gyerekek találták ki, hogy hogyan kell megjeleníteni azt, ami a versben a mozgás. Ez azért volt nehéz feladat idén, mert a versnek természetesen megvan a maga ritmusa, az zenéje, de ezt a képzőművészetben visszaadni, ez azért már nem olyan egyszerű. Áttenni egy másik kifejezési nyelvre, ez külön. Egyrészt adottság, másrészt beleérzés, úgyhogy igazából itt, amit az kiállításnak az alcímében lehet látni, érzések, hangok, ritmusok, hát az egyik az, hogy valóban mozgás történik, és a mozgás valamilyen nyomot hagy, de itt nagyon sok mindent lehet látni. Nem szeretnénk irodalmi papírokat ülni, de már második évben veszünk részt a Nagy László Gimnázium tanítványaival. A minden más fesztivál keretében meghirdetett költészetnapi kiállításon. Ha itt majd körbejárnak a kedves vendégek, akkor láthatják, hogy nagyon sok diák, nagyon sokféle módon nyúlt hozzá a versekhez. És az, ami ma elterjedt nézet, hogy a gyerekek nem olvasnak, költészettel nem foglalkoznak, én azt hiszem második éve bizonyítjuk ezen a kiállításon, de igen. Természetesen nagyon sok mindent lehet itt látni, hiszen mindenki másképp nyúl ehhez. Sőt, olyan is van, amikor egy elkészült képnél kértük azt, hogy most nézd meg, keres hozzá egy verset, milyen érzést, hangulatot fejez ki ez a kép. És akkor a gyerekek lapozgatták az oldalakat, nézték a verseket. Ha itt körbenézünk, akkor lehet látni, hogy igen, tisztelgünk József Attila előtt, tisztelgünk Adi előtt, de a fiataloknál megjelentek a ma a 20. illetve a 21. század költői, tehát találkozunk ezzel is. Én nagyon örülök, hiszen tulajdonképpen január óta dolgoztunk ezen a kiállításon. Ez a kiállítási anyag, ez úgy jött össze, hogy osztályonként, aki szeretett volna részt vett ebben, és azt hiszem, hogy lehet látni, hogy főleg azok, akik már tavaly is itt voltak a kiállításon, hogy örömmel, nagyszerű munkákkal vesznek részt. Úgy a fény, mint a fennek, csúrra a villása.